ez a videó nem a legújabb hírekről fog szólni, hanem már egy 1-2 hónapos használat után, hogy milyen durva, brutális a MacBook Pro M1-es változata, a 13-as. Ahogy mondtam, néhány hónapja használom, és szerintem az új kiadott Apple szilikonos gépek, ugye az Air, a Mini és a Pro közül ez a legjobb kombináció, mert ugye bárhova viheted magaddal, egy laptopról van szó, viszont benne van az a 8 core, ami, és a cooling, ugye a hűtés is, ami a miniben. Baromi nehéz ezt a videót megcsinálni, mert nagyon-nagyon-nagyon jó lett az új M1-es MacBook Pro. Ha belegondolunk valahol, az Air és a Mini, ugye ez a három Apple termék, amit az M1-es Apple Silicon chipekkel bemutattak, pont a közepén van, mert hordozható, mint az Air, de benne van az az erő, ami a Miniben, ugye a 8 core, azaz extra mag is benne van, és benne van a hűtés is. És hát eldobtam az agyam. Lehet, hogy spoilerezem az elején, és már nem nézed végig, de ha érdekelnek a kis részletek, akkor mindenféleképpen nézd végig a videót, mert mindent is átbeszélünk, hogy miért olyan durva ez a MacBook Pro M1. Kezdjük el! Kezdjük egy háromszöggel. Erő, méret és ár. És hogyha még hozzávesszük egy ilyen kis negyedik valamilyen ágnak azt, hogy mennyit fogyaszt, tehát milyen áramfelvételre van ennek szükség, és milyen az aksia, eszméletlen. Én egy 16-os, eléggé kimaxolt MacBook Pro-ról váltottam, az a legutolsó generáció 16-os MacBook Pro-knak. 32 giga RAM, 8 giga VRAM, az i9-es proci van benne, abból is a legjobb. Egy olyan 1,5 milliós gépről van szó, ez a 13-as M1-es MacBook Pro kevesebb mint 700 ezer forintba került nekem, tehát fele annyiba, és minden taskban egyszerűen nincs erre más szó, oda bassza a 16-os MacBook Pro-t. Menjünk bele a specifikációba, és úgy hallgassátok, hogyha ez sokkal többe kerülne, még úgy is megvenném. Nyilván az új M1-es brutál 8 magos proci van benne, amiben beépített grafikus kártya van, a 16 magos Neural Engine van benne, én upgrade-eltem 8 giga helyett 16 giga RAM van benne, viszont hagytam a fél terra tárhelyet, ugyanis vettem egy külső vinyót, ami a ma elérhető leggyorsabb SSD, az egy 1 terrás, így végül is 1,5 terrám van, én legtöbbször asztali gépként használom, tehát ugyanott vagyok, tényleg az írási és olvasási sebesség olyan, mint hogyha egy belső lenne, úgyhogy ez nekem a legjobb kombó, hogyha így megveszed ma Magyarországon ezt a gépet, akkor 709 ezer forintba kerül neked bruttó, viszont mivel Európában bárhol tudunk vásárolni, simán 700 ezer forint alatt is meg lehet ezt a gépet venni. Egyértelműen instant get, de azért beszéljünk, át fogjuk beszélni, hogy mi az, amit nem szeretek, mi az, amit szeretek benne. Hát kezdjük azzal, amit annyira nem. Hát kevés ilyen dolog van, de az egyik az biztosan a portok. Annak ellenére, hogy az előző 13-asnak a kimaxolt verziójából az Apple 3 vagy 4 USB-C-s portot rakott bele, itt 2 van, és ezt így a pár hónap alatt kiderült, hogy nem tudok mindent úgy bedugni és használni, ez egyértelműen zavar. A másik, hogy ez egy nagyon régi dizájn, talán 2015 vagy 16-ban jöttek ki ezek a 13-as MacBook Pro dizájnok, és úgy, hogy ugye a 15.4-et már frissítette az Apple a 16-osra, és sokkal vékonyabbak lettek a szélei a kompjúternek. Hát így, hogy amikor egymás mellett néztem, ez tényleg kijön, nehéz nem észrevenni, de ugye eladtam a 16-osat, és ahogy használgattam, már szinte fel sem tűnik. A pletykák azt mondják, hogy majd a 13-as helyett egy 14-es fog jönni, az biztos az új dizájnnal, olyanról is beszélnek, hogy a MagSafe visszajön, tehát hogy ilyen mágneses dugóval fogom tudni tölteni, ami azért jó, mert hogyha véletlenül leejteném, vagy belemennék ugye a madzakba, akkor nem az egész gép repül bele, és bárcsak SD kártya olvasó is kerülne bele, meg nyilvánvalóan, tehát 4 port az minimum, hogy kell bele. És
esetében egy kicsit hiányzik a 16-os után, hogy amikor nem a nagy monitoron dolgozom, hanem magán a laptopon, akkor én imádtam azt a méretet, és tudom, hogy ez hordozható, tudom, hogy ez könnyebb, de én nagyon szerettem azt a 16-os méretű kijelzőt, elhelyezni a dolgokat, videót vágni benne. És igen, nagyjából ennyi, ami negatív vele. Amit az elmúlt videók, amit láthattatok a csatornámon, azt mind ezen editáltam. És csapjunk akkor bele, hogy mit imádok benne a legjobban. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, de az egyik oka annak, hogy egy kimaxolt 16-os gépet vettem, hogy amin most is kamerázok, vettem egy A7S 3-as fényképezőgépet, kamerát, és ennek ez az XAVC, H265-ös, 10 bites, 422-es, 4K-s kodeke. Ha ez nem mond semmit, akkor annyi legyen, hogy ezek nagyon durva, nagy fájlok, és eléggé terheli a gépet, nehéz editálni rajta, sok RAM kell, külön dedikált videókártya, vagy mégsem, hiszen ez mind megvolt a 16-osban, és akadozott, nem bírtam még visszajátszani se. És nem arról beszélek, hogy effektek, szöveg, színkorrekció, bármilyen lenne rajta, hanem egyszerűen csak a nyers fájlt is alig játszotta vissza a Final Cut, ami ugye egy gyári Apple szoftver a gyári Apple hardwarehez, és egyszerűen nem működött, borzasztó volt. Ehhez képest az M1-en, ennek még a legdurvább verziója, ami 100 FPS lassítás, és hogyha mind, ahogy mondtam, a plugineket, a color grade-et, a stabilizációt, mindent rárakok, úgy játsza vissza, mint a 16-osban, hogy át kellett konvertálnom 720p-s ilyen proxy fájlok, tök pici proxy fájlokra, amit egy 5 éves gép is simán lejátszik. Na úgy játsza le az M1 ezeket a nagyon-nagyon durva fájlokat, úgyhogy már ezért megértés, hogy mindez muszáj ismételnem, fél áron van. Nagyon-nagyon király, tényleg Final Cut-tal tökéletesen működik, minden tudja olvasni, nem droppolja a frémet, és annak ellenére, hogy van ebben hűtés, felpörögni egyetlen egyszer hallottam, amikor egy táncvideó, ide belinkelem amúgy, azt vágtam, és ott ugye ott is több klip volt összeszinkronizálva, rengeteg állásból vettem fel meg többször, és mindegyiket 100 FPS-be, ebbe a nagyon nehéz kodekbe, és egymás fölött volt, ha jól emlékszem, 6 darab 100 FPS-es color gradelt, tehát színezett és már effektelt különböző klipek, akkor sem akadt be. Lehet, hogy volt egy-két frém, amit eldobott, de teljesen gyorsan lehetett editálni bele, de az volt az egyetlen alkalom, amikor meghallottam a ventilátorokat felpörögni. És fontos hozzátennem, hogy van egy ilyen kis, ez már nagyon-nagyon ilyen geekes dolog, amiben belemegyek, hogyha ugye a Final Cut-ot nyilván frissítették, hiszen az Apple terméke, ahogy kijött az M1, ugyanúgy univerzálisan fut a Final Cut viszont, és ez lehet egy ilyen második dolog, ami egy tévhit az emberekbe, hogy visszatart attól, hogy megvegyük, hogy valamilyen program nem lesz kompatibilis. Nem igaz, mert van egy Rosetta 2 nevű ilyen fordító szoftver, minden elfut rajta, egyedül a Box, ugye az nem mint a Dropbox, csak egy másik, azzal volt egy problémám, de azt is simán meg lehet amúgy oldani, és a Final Cut-nál féltem, mert én ugyanis olyan úgynevezett third party plugineket, tehát amit nem az Apple gyárt, hanem valakitől így megveszek, egy másik gyártó, nyilván lassabban fogják tudni ezeket a plugineket M1 kompatibilissá tenni. De azok a programok, azok az alkalmazások, amik már M1 kompatibilisek, nem azt jelenti, hogy ugye a régi Intel-esen nem futnak, hanem ezeket univerzálisnak nevezik. Tehát maga az alkalmazás az tud M1, ugye Apple Siliconon és az Intel architektúrával is működni. És van egy terminál nevű ilyen kódsoros program az a Mac-en, és belinkelem a leírásba azzal a kóddal, el tudod dönteni, és meg tudod mondani a terminálnak, hogy ezt az univerzális programot, amit M1-esként is el tudsz indítani, amúgy Intel-esként szeretnéd, és így a programod nem natívan, hanem ezzel a fordítóval, a Rosetta 2-vel indul el, és lásd csodát, azok a pluginek Final Cut-ba, amik amúgy nem lennének kompatibilisek M1-be, és nem működnének, így, hogy Rosetta 2-n Intel-t emulálva indítom el, tökéletesen működnek, és semmi bajom nincs vele. És visszatérve ehhez a táncos videóhoz, mivel itt ugye különböző átmenetek voltak, meg plugineket használok, ezért nekem most Rosettán keresztül kellett emulálni, ami elméletileg lassabb. Hát kezdjük ott, hogy az összes plugin működik,
ez volt a legnagyobb félelmem, tévhit. De ugyanolyan gyorsan bírta editálni a fájlokat és kezelte a fájlokat, mint hogyha simán natívan indítottam el volna a fájlokat, ott mondom, csak a ventilátor indul be, és ilyen, hát ettől totál kikészült volna, meghalt volna a 16-os MacBook Pro-m, úgyhogy én tényleg szavak nincsenek, nagyon jól működik, mindennel kompatibilis, és van arra megoldás, hogyha valami még az adott programban úgy nem futna, egy kis Google a barátunk kereséssel mindenre választunk találni, és már ma, ha gondolkozol, hogy vegyél egy ilyen gépet, egyértelműen instant get, igen a válasz, hiszen nincs olyan, ami ne menne rajta, és egy olyan erőt kapsz, amit kétszer ennyiért sem tudtál megvenni. És most, hogy ez akár, hogyha a MacBook Airből indulunk ki, ami 4-500 ezer forint, ennyiért megkaphatunk egy olyat, amihez egy Mac Pro szintű teljesítmény, egy másfél-két milliós gép kellett. Részben említettem, de beszéljünk még két dologról. Az egyik az aksi és a fogyasztása. Tehát lehet, hogy találunk, és hogyha az árról nem is beszélünk, más olyan gépeket, amik lehet, hogy asztali, lehet, hogy ugyanúgy van egy nagyon durva gamer laptop, ami talán megközelíti a teljesítményt, vagy mondjuk, ha egy laptopból csak kb. Egy asztali verziót és egy külső videokártyát hozzárakunk, de azok ilyen 60-90 wattokat vesznek fel, ez meg szinte semmi, pár wattal elmegy. Meg lehet nézni a neten teszteket, én is ugyanazt a render, tehát Final Cut-ból kirendereltem ugyanazt a fájlt a 16-osból, és kirendereltem az M1-esből, úgyhogy mind a kettő fel volt töltve. 92-3%-on volt az M1-es, és egy 20-30 perces renderről ugyanúgy 4K ezekkel a dolgokkal volt. 41-re ment le, 60%-ot veszített a 16-os MacBook Pro. Jó, de legyen az, hogy ez végül is legtöbbször dolgozunk, be tudjuk dugni az áramba, nem foglalkozunk a villanyszámlával. De még lassabb is volt. És nem elég az, hogy lassabb volt, de pörgött a ventilátor, égett, és olyan forró volt a 16-os MacBook Pro, hogy tényleg egyes részeken alig lehetett hozzáérni, hogyha ráraktam volna mondjuk egy rövid gatyába a combomra, tuti leégette volna az összes szőrömet. Ehhez képest a 13-as, ugye ezt már mondtam, nem elég, hogy szinte semmit nem fogyasztott, nem pörgött fel semmilyen hűtőrendszere. De totál hideg volt! Bárhogy, semmelyik részéhez nem tudtam úgy hozzáérni, hogy na ez most forróbb, még forróbb se volt. Hihetetlen. A végére jön néhány disclaimer, illetve az, amivel a videó nem foglalkozik. Én nem vagyok egy gamer, ezért nem teszteltem gaming szempontból. Amennyire néztem a különböző ilyen bemutatókat angolul, azt mondják, hogy azok a programok, amik tudnak rajta futni, teljesen jól mennek, de azért egy gamer laptoptól egyértelműen elmaradnak. A másik oldalról meg, hogyha valaki mondjuk egy olyan multi környezetben van, vagy nagyon sok kifejezetten PC-s programra kell, hogy hagyatkozzon, akkor nyilván el lehet gondolkozni, hogy biztos a MacBook Pro, vagy egyáltalán ez az új M1-es Apple ökoszisztéma kellene nekünk, vagy valami más. Ugyanis most már, vagy legalábbis ebben a jelenlegi állapotban, így 2021-ben az az álláspont, hogy nem lehet sajnos natívan Windows-t futtatni ezeken a gépeken. Régen volt egy Bootcamp nevű alkalmazás, és ugyanúgy fel lehetett telepíteni egy Mac-es gépre is Windows-t. Ez most már nem megy, erről le kell mondanunk. Ezért mielőtt valaki dönt, és mondjuk PC-s világból jön, nézze meg, hogy azok a programok hogy állnak, hiszen apropó programok, még nagyon az elején járunk, 2020 novemberében mutatták be ezeket a gépeket, és pont a napokban jött ki a Photoshopnak az Apple szilikonos verziója, eddig ugyanúgy Rosettán keresztül működött, például a Lightroom Classic még mindig úgy működik, és képzeljétek el, nem igaz, kétszer pörgött fel a hűtés a gépben, ugyanis amikor Rosettán keresztül Lightroom-ba 420 RAW file-t exportáltam képeket editálva egy Hyperlapse-hez,
akkor is felpörgött. De biztos vagyok benne, hogyha az is már meg lenne, és az Adobe megcsinálta volna natíva M1-en keresztül, sokkal gyorsabb lett volna az export, és nem pörgött volna fel a gép. De hát ezzel lehet élni, és még így is gyorsabb volt, hangsúlyozom, mint a 16-os MacBook Pro. Ha viszont egy olyan valaki vagy, aki főként online oldja meg a dolgait, tehát mondjuk a Google-nek az ökoszisztémájában van, és nem kell olyan specifikus program, ami tényleg Windowshoz köt, és már mondjuk van egy néhány éves Mac-ed, vagy most gondolkozol az első Mac-ednek a vásárlásán, akkor mindenféleképpen azt mondom, hogy vagy egy MacBook-ert, vagy pedig a MacBook Pro-t vedd meg. Mikor vedd meg a MacBook Pro-t? Akkor vedd meg, hogyha komolyabb videós, grafikai, kódolási, zene, tehát itt az Xcode, Logic, ilyen programokra gondolok, hogy ilyenféle tevékenységeket végzel, akkor vedd meg. Vegyünk egy másik célcsoportot. A tipikus Apple-ösök, akik nagyon régóta ebbe az ökoszisztémába vannak, lehet, hogy van egy iMac Pro-juk, vagy egy kimaxolt MacBook Pro-juk. Ha ebből élsz, és fontos az, hogy minden tutira működjön az utolsó utáni plugined és setupod, RAID külső NAS rendszereid vannak és be vannak kötve, ez tényleg munka, akkor megteheted azt, hogy mondjuk tesztként veszel egy M1-es gépet és megnézed, mi hogy működik. Ha ezt nem teheted meg és ettől tartasz, akkor talán várjál. Nem tudhatjuk, hogy az M1X, M1Z, M2, ki tudja, minek fogják hívni az, ami majd a 16-os MacBook Pro-kba, az iMac-ekbe, az iMac Pro-kba bekerülnek. Biztos, hogy ehhez képest is még durvább lesz, és itt ugye egyre megyünk a Pro kategóriába, hogyha Reddel dolgozol, hogyha Arival videózás kapcsán, vagy olyan fájlokat mozgatsz Photoshopban, akkor lehet, hogy megéri várni. De ha lehetőséged van, próbáld ki, nézd meg, hogy milyen. Én úgy gondolom, hogy azok, akik ezt a videót idáig végignézték, azoknak a 90%-a úgy érzi, hogy ez tuti jó nekik, és csak kellett egy ilyen plusz nyomás, hogy nem futhatnak-e bele valamibe. Olyan pici a valószínűsége, hogy valami nem működik, és mondom, hogy ha leteszteled, vagy utána kutatsz, meg remélem én is rá tudtam világítani és megnyugtatni, mint például a Final Cut-os third party pluginokkal emulálva Rosettán keresztül tökéletesen működnek, hogy ha gondolkozol, akkor azt mondom, hogy ne várj, vágj bele, mert eszméletlen tényleg, ahogy a videó elején is, tehát nincsenek szavak, ahogy ezt így összetudjam foglalni. Baromi király cucc, és a most, az most van, a jövő most van, ez a jelen, érdemes megpróbálni. Legrosszabb esetben majd pár év múlva eladod, vagy lecseréled egy M2-re, vagy ami kijött, de addig is imádni fogod minden egyes vele töltött percét. Hogy MacBook Air-t vegyél, vagy MacBook Pro 13-asat, erre csináltunk az ipon.hu-val egy tesztet, úgyhogy ide kattintva azt meg tudod nézni, összehasonlítottuk Final Cut-tal, DaVinci-val, benchmarkokat betettünk, Cinebench, minden ilyet, úgyhogy hogyha érdekel a kettő közötti összehasonlítás, hogy vettünk egy teljesen alap, a 7-kóros, 8 GB-os MacBook Air-t, amiben ugye nincsen hűtés, az én kimaxolt 16 gigás, 8 magos és a 16 koros NeuroEngine-nel lévő 13-as MacBook Pro-mal, akkor azt nézd meg mindenféleképpen. Ha most találkoztunk először és végignézted a videót, először köszönöm szépen, hogyha tetszett, nyomjál rá egy lájkot és oszd meg kérlek, vagy azt a sor felületeiden, vagy küldd el azoknak, akik mondjuk hezitálnak egy MacBook-ba, valamint nyomj a feliratkozás gombra és mellette a csengőre. Fogok jönni ilyen bemutatókkal is, tehát hogy tesztelek pár fotózás, videózás, kreatív alkotáshoz szükséges különböző eszközöket, valamint maga, hogy gyártok videókat, ilyen krími bírólós videókat szoktam csinálni, vagy egy image videó, vagy hogy YouTube hirdetés, és általában megörökítem azt, hogy ezt hogy veszem fel, vagy hogy editálom. Ilyen tartalmak fognak jönni mellette, meg ugyanúgy betekintést adok abba, hogy egy ilyen vállalkozói életút az hogy működik. És ha már itt tartunk, tavaly megjelent, a HVG kiadta egy könyvemet, az a címe, hogy Vágj valóra. Erről amúgy napi vlogoltam tavaly, úgyhogy ide kattintva azt is meg tudod nézni.
van 43 videó, azt hiszem ennyi fejezet van, úgyhogy ha szeretnéd, vedd meg a könyvet, ha gondolod, nézd bele azokba a videókba, de mindenféleképpen remélem, hogy még találkozunk. Köszi, hogy megnézted, szia, sziasztok!